Először itt a Bocskai utcában, majd nem sokkal később a Hosszúvölgyi utcában is beszakadt egy pince még tavaly decemberben a heves esőzések következtében Szekszárdon. Berlinger Attila, a város polgármestere az ügy kapcsán nemrég Budapestre utazott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel írtak alá közösen egy támogatói okiratot. Támogatási kéremet nyújtottunk be a Viszmajor keretbe, melyet a Terület- és Közigazgatási Minisztérium bírál el minden évbe. Nagy örömünkre a minisztérium elfogadta a kérelmünket, és ezekben a napokban egy ünnepélyes díjátadó ünnepség keretében az erről szóló diplomát is átadta városunknak. Navracsics Tibor úr és a minisztérium döntés alapján több mint 20 millió forintban részesedhetett városunk, és így ezzel az akkor önkormányzati költségvetésből a pince beszakadásra felhasznált összeg teljesen megtérítésre került. A Szekszárd köré épült borvidék sok száz éves pincéket is rejtegethet. Egy ilyen történelmi borvidéken, mint Szekszárd, ugye óhatatlanul is előfordul, hogy akármilyen pontosak a közmű térképek, minden évben újabb meglepetésként újabb útszakaszokat kell feltárnunk, újabb pincebeszakadásokat kell kezelnünk. Szerencsére ezt szinte minden évben az önkormányzat precíz munkájának köszönhetően ebből a Viszmajor támogatásból azért igyekszünk megtéríteni. Én azt gondolom, a korábbi évek összeszámolnánk, sok-sok évre visszamenőleg több száz millió forint olyan kárelhárításról van szó, melyet aztán a kormány különböző szakágazati tárcák megtérítettek. Az önkormányzat a jövőben is igyekszik majd a felmerülő problémákra a lehető leggyorsabban reagálni.